A koronavírus járvány miatt az eredetileg tervezett tavaszi időpont helyett augusztus 29-én rajtol az idei 41. Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny, amely szeptember 2-án fejeződik be. A Tour de Hongrie Esztergomból rajtól és a Kékestetőn ér véget. A rangos nemzetközi mezőny, amelyen várhatóan 5 World Tour csapat is szerepel majd, több mint 800 kilométert tesz meg az ötnapos viadal során. Az idei verseny azért lesz nagyon különleges, mert olyan csapatok érkeznek a Tour de Hongrie-ra, amik még soha nem jártak Magyarországon. 5 World Tour csapat, illetve 8 pro team érkezik, és rajtuk kívül még kontinentális csapatok, illetve a magyar válogatott is részt vesz a versenyen. Így 20 csapat olyan mezőnyen, akiket gyakorlatilag a Giro d'Italia vagy a Tour de France mezőnyében szoktunk látni, úgyhogy nagyon várjuk, mert hatalmas élmény lesz szerintem minden nézőnek, szurkolónak, akik láthatják őket. Mint ahogyan Balázs Tibortól, a verseny egyik szervezőjétől megtudtuk, a megmérettetés második napja Debrecenből indul és Hajdúszoboszlón ér célba. A harmadik napon Karcag és Nyíregyháza között teker a mezőny. A negyedik napon Sárospatak és Kazincbarcika között kell teljesíteni a távot a versenyzőknek. A szervező szólt arról, hogy mintegy 20 csapat, csapatonként 6 versenyző, így összesen 120 kerékpáros áll majd a rajthoz és mérettet meg a rangos címért. Az idei verseny különlegessége az, hogy a szervezők célja, hogy teljesítsék a Pro Series nevű sorozatba kerülés egyik fontos kritériumát, amely szerint legalább 14 World Tour vagy Pro Team együttesnek kell részt venni az idei magyar körversenyen. Az érdeklődés az feltétlenül azért is emelkedett, vagy növekedett, mert évről évre egyre jobban tudjuk emelni a versenyünk színvonalát, egyre többen megismerik külföldön is, tehát rendszeresen, amikor külföldi csapatokkal, illetve partnerekkel beszélünk, olyan megdöbbentő részletes információkat tudok visszakapni a versenyünkről, ami korábban nem volt, és a csapatok is egyre inkább megbíznak a szervezésünkben, és idén a Giro d'Italia is innen rajtolt volna Magyarországon tervek szerint, és emiatt is jóval nagyobb az érdeklődés Magyarország, illetve a magyar körverseny iránt. Szepesi Tibortól, a Dérné Kulturális Turisztikai Sport Központ és Könyvtár igazgatójától megtudtuk, Karcagra augusztus 31-én érkezik a mezőny, 12 óra 30-kor rajtol el. Mai napon ültünk leegyeztetni az augusztus 31-i rajt valamennyi fontos lépését, körülményeit, hogy hogyan tudjuk megszervezni, hiszen csúszott az időpont, ugye az eredeti időpont valamikor májusban került volna hivatalosan megrendezésre a Tour de Hongrie ezévi versenye, de hát ezt is, mint nagyon sok mindent fölülírt a járványhelyzet. Most úgy gondolták a szervezők és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is, hogy biztonságosabban megszervezhető az idei verseny ebben az időszakban, tehát ennek megfelelően került átütemezésre valamennyi lépése magának a versenynek. Természetesen, hogy az idei verseny is sok minden körülményben változott, ezt a mai sajtótájékoztatón is megbeszéltük, egyeztetésen megbeszéltük, hogy a vírussal kapcsolatban milyen óvintézkedések szükségesek ahhoz, hogy mind a helyi nézők, érdeklődők, szurkolók, mind pedig a versenyzők biztonságban tudják majd a versenyt lebonyolítani. Várható, hogy lesznek lezárások, lesznek szigorítások, és hát természetesen ez mind-mind azt szolgálja, hogy ettől függetlenül a verseny még megrendezhető maradjon ebben az évben. A karcagi etap során a kerékpárosok, lovasok felvezetésével és a megfelelő óvintézkedések betartása mellett haladnak keresztül a városon. A végleges időpont, ugye ez már a halasztott időpont, augusztus 31-e, és én azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy az egész nap, illetve az egész délelőtt erről a versenyről fog szólni, hiszen reggel az útlezárásokat követően fognak érkezni a csapatok már a kora reggeli órákban, tehát meg lehet őket tekinteni, már amennyire természetesen a biztonsági előírások ezt megengedik. Tehát a délelőtti napon már folyamatos látványosságok lesznek itt a városháza előtt, a Kossuth téren, hiszen nagyon sok és nagyon jó csapatok érkeznek Karcagra a harmadik szakasznak a rajtjára. A rajtceremónia 11 óra 20 perckor kezdődik, ugye ekkor hívják oda a színpadi pódiumhoz valamennyi csapatot, név szerint bemutatásra kerülnek, és én azt gondolom, hogy ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, nagyon erős és nagyon jó csapatok fognak, tehát nagyon jó versenyzőket köszönhetünk majd a rajtceremónián. A hivatalos rajt pedig 12 óra 30-kor a Kossuth tér kellős közepén kerül majd elindításra.
úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel augusztus 31-én délelőtt, és 12:30-ra pedig a rajtra. A verseny ideje alatt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az érdeklődők a megfelelő óvintézkedések betartásával kísérjék figyelemmel az idei Tour de Hungary-t. A koronavírus járvány miatt olyan szigorú intézkedéseket vezetett be a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, amiket nekünk kötelező követni, nem csak nekünk, mint szervezőknek, hanem a csapatoknak is, és így tudjuk a kockázatokat minél inkább csökkenteni minimális szintre, hogyha követjük ezeket az előírásokat. Ennek érdekében több olyan eljárást is be kellett vezetnünk, ami korábban nem voltak. Tehát a versenyzők közelébe nem mehetünk se mi szervezők, se a nézők, annélkül, hogy maszkot viselnénk, illetve a nézőket a rajt és célterületeken is arra kell biztatnunk, hogy lehetőleg ne akarjanak a versenyzők közelében lenni. Ezt több helyen kordonokkal, illetve szalagokkal is tudjuk biztosítani, viszont mindenképp szeretnénk ettől függetlenül, hogy legyenek nézők és szurkoljanak, és olyan egyéb eljárásaink vannak, amiket követnünk kell, mint például a versenyzők. Ha magyarországi versenyzőről van szó, és magyar versenyzőről, akkor is legalább egy koronavírus teszttel, egy PCR negatív teszttel rendelkeznie kell a verseny előtt 72 órával, hogy részt vehessen a versenyünkön. Őket pedig, a versenyzőket és a versenyzői csapatokat teljesen külön kell kezelnünk, és egy úgynevezett buborékban kell őket tartanunk, és így kell végigvinnünk az egész körversenyen.